Figyelj csak, hogyha a Juhász Balázsról beszélsz, kérdezz már meg tőle a nevünkben is, vagy egyszer nagyon szívesen vendégül is látjuk akár a podcastban, hogy a válogatottal való szakítás az pontosan hogy zajlott. Az engem, mint kívülálló, tehát outsider birkózás szempontjából nagyon érdekelne. Ha jól tudom, akkor Överi Pistékkel lett felfüggesztve, vagy hát távozott. Tudom fejből az egész nagyot, hogyha érdekel, most is el tudom mondani. De hogyha tudom... Kérlek, kérlek. Figyelj, annyi volt az egész történet, hogy gyakorlatilag, ami a realitás, és ugye, úgyhogy ezt nyomás nélkül tudom elmondani, az előző válogatott edző Gulyás Istvánról azt kell tudni, hogy ő 10 vagy 14 világbajnoki érmet szereztek az általa felkészített sportolók. A utána következő birkózó edző, nekik nem lett olyan jó a viszonyuk, és éppen ez volt annak köszönhető, hogy lett az eltiltás, igazából semmi rosszat nem csináltak, a Balázs 6 edzőtáborból 5-ön megjelent, ahogy a többiek is, ugye Jimmy, Veréb István beszélek, meg a többi srác is, és volt egy olyan edzőtábor, amikor gyakorlatilag Balázsnak a testnevelési főiskolán kellett reggelkor megjelennie a beiratkozás miatt, ugye ez most volt szeptemberben, és előtte írt egy SMS-t, hogy ő nem tud elmenni. A Jimmy egy SMS-t írt arról, hogy ciszta van a térdében, teszem hozzá, hogy a Jimmynek 6 világbajnoki érme van. Ő az első számú magyar szabadfogású, idén szabadfogású, magyarban saját úgy nyertem, hogy nem tudtak rajta pontot csinálni, 10-0 volt minden mérkőzése. Ezek után küldött egy SMS-t, ciszta van a térdemben, meg szeretném emerisztetni, értek is, hogy persze, menjél el. Majd ezt valahogy úgy könyvelték el a birkózók, hogy ők gyakorlatilag meg akarták bojkottálni azt, hogy edzőtábor sikeres legyen, és ez mind a szabadfogású birkózó válogatott edző ellen irányul. Közben ez egy blöd butaság volt. Teszem hozzá, hogy a Jimmy például saját pénzén kiment edzőtáborba Prágába, és azt, lássuk, kivitte a Balást is magával, ahova szintén elkérkedtek, majd amikor hazajöttek, az volt a válasz, hogy hát igazából ez nagyon rosszul veszi ki magát, hogy ők kimentek a saját pénzükön edzőtáborba, akkor, amikor itthon válogatott táborot, mert ezzel becsmérlik a magyar válogatott tábornak a tudását úgy, hogy a cseh edzőtáborban ott volt az olimpiai bajnok, az olimpiai második, meg a világbajnok, akivel tudtak ők birkózni, tehát szakmailag mindenképpen egy előrelépés, egy jobb forma elérése volt a cél, semmilyen rossz indulat nem volt senkiben. Valamint... Engem, bocsáss meg, hogy itt közbevágok, az lepett meg a sztoriban, és egyébként én is nagyjából ugyanezt a visszajelzést kaptam az én birkózó barátaimtól a sztori kapcsán, tehát hogy azért ez jól kirajzolódik, hogy a szövetség által, tehát ahogy beállították ezeket a szabadfogású versenyzőket, az valószínűleg nem teljesen áll meg, sőt, te is most ezt a képet, ezt abszolút jól reprezentáltad. Nekem egy nagyon érdekes dolog volt azért benne, és ez egy picit szerencsétlen is, mert hogy ugye Bácsi Peti szakmai igazgatóként jelent most meg, tehát hogy most már valami prominens vezetői szerepkörben van a Igen. Péter, aki egy fantasztikus kötöttfogású birkózó, ugye, és vagy szabadfogású, Peti egyébként szintén, bocsánat, minden nem is ez a lényeg, de hogy visszavonulása után vezetői pozícióba került, és hogy ő nyilatkozott, vagy ő tette meg azt a nagyon-nagyon-nagyon furcsa közleményt a sajtónak, amiben az étel minőségéről beszélt, hogy valaki azért nem jelent meg az edzőtáborban, mert nem ízlett neki a kaja, voltak itt az édesapja nem engedett el, meg ehhez hasonló mondatok hangoztak el a Péter szájából, ami nagyon furcsa volt. Igen, de még az édesapja. Nem. Igazából itt az volt, hogy a Nagy Misiről van szó, és a következő volt, a Nagy Misi részt vett a strandbirkózó magyar bajnokságon, ahol 3 kötött fogású COVID. Az édesapja azt mondta neki, hogy figyelj Misi, öregek vagyunk. Az is gáz, hogy te itthon vagy velünk, és lehet, hogy beteg vagy. De kérlek, ameddig neked nincsen egy negatív teszted, ne menjél a srácok közé, nehogy megfertőzz valakit. Majd úgy lett lekommunikálva, hogy az apja nem engedte el. Tényes volt. Igen, hát ez nagyon furcsa volt, tehát azt azért lehetett érezni, hogy ez nagyon furcsa így, csak mondom azt, hogy a Bácsi Petitől hangzott ez el, aki egy hihetetlenül nagyon-nagyon tisztelt, és egy nagyon magas posztra helyezett, épp csak visszavonult birkózó szájából, tehát akinek valószínűleg személyes kapcsolata van ezekkel a srácokkal, függetlenül attól, hogy...
hozzá, hogy mindenki azt mondja, onnan a pénzt kapja. És ugye ő a szövetség alkalmazottja. És a szövetség eltitkolta a COVID-pozitív birkózókat is, már nagyon nagy probléma. De az, hogy gyakorlatilag inkább akkor ne szólaltak volna meg. És hogy azt mondják, hogy hát igazából a műsor nem jött, mert félt attól, hogy COVID-pozitív, mint ahogy ti azt tudtátok is nagyon jól. És nem akart valami, nincsen tesztje. Ez jobban hangzott volna, mint az, hogy azt mondja, hogy apukája nem engedte őt el. Igen, nem engedte el, de ez inkább ez szülői, meg emberi felelősségvállalás, hogy nem megyek egy közegbe, amikor lehet, hogy pozitív.